Szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát szent bejelentést szeretnék tenni, de előtte elmondolok egy nótát! Ja jó, akkor ezt nem tudom. Nem tudom, mit akar Huszti mondani, mert mindjárt megtudjuk. Anya! Nem tudtam, egyem a szívedet, hogy te mit akarsz. Anya! Hát akkor mondjad, hogy nótát is akarsz. Anya! Gyere ide, te peszkó! Alisa, elekapkó, szétem a végén megyek rajtad én, de szembe jó egy gyári szép de jó, hogy megtalál a pénzt. Ha legszebb lány, tudod-e, hol a pénzt? Ott a nőm, túl a katácsolom. Ma este még egy ház elé osol. Egy ablak hozzá, Huszti. Sziasztok! Hát nem sokan vagyunk, még fel nézzen csak. Nem baj, hát majd... Na mindegy, elmondom, majd visszanézik, akik nem látsák. Jó estét kívánok, szép estét mindenkinek. Hát barátaim, ismerőseim, rendőrjártársak, gyárügyesek, meg mindenki, aki érintett az ügybe, figyeljenek, nagyon jó. Két vagy három napja megtudtam, hogy az Alá Istvánné, aki állítólag a kórházba fekszik súlyos betegen, a gép alatt, lélegeztető gép alatt, az a személy egy és ugyanaz Banu Lajossal. Sőt, tovább megyek, van nagyon sok áll Facebookja, máma elmondta, ő élő adásban. Miért? Kit mondom? Na mindegy. Akit elmondott, az mind az ő áll Facebookja. Mind. Az, amit elmondott máma neveket, az mind az ő áll Facebookja. Tehát... Gyere, kapd el! Ő kirakott engem, hogy én Alá Istvánnét, egy idős asszony, meg akarok dugni, meg mi egymás, ő ezt kirakta én rólam. De én Istenemre mondom, én tudtam róla, hogy ő áll az egész Facebook
személyzet, szemei alatt. Én tudtam, hogy ő az. Azért szórakoztam vele. Esküszöm az Istenre. Tudtam. És ő meg kirakja, hogy én egy idős asszonyt akarok. Egy beteg idős asszonyt. Hát Istenem, aki ilyennél szórakozik, hogy egy beteg idős nő bőrébe bújik, áll Facebookra, az nem ember, az egy tróger, egy senki ádik, mocskos alak. Tovább megyek. A múlt héten állítólag megszentette Lindát. Kever ebben, kever avval. Minden nap más csajnak csapja a szelet. Más asszonynak, más nőnek. Istenem, hát ezt az embert nem lehet leállítani sosem. Hát én megmutatom, hogy le fogom állítani. Le fogom állítani. Nem, hogy az ezret fogja elérni a YouTube-on, hanem nem lesz YouTube csatornája. Nem lesz YouTube csatornája, intézkedek. Intézkedek. Állandóan jelengetem a csatornáit, amit kirak, mindent jelentek. Sőt, a bíróságon már bejegyezték a nevét. Bejegyezték a nevét, és jönni fog Máté Szalkára. De nem leánykérésbe, mint ahogy most elmondta az élőjébe. Nem leánykérésbe, hanem a bíróságra fog jönni. Úgyhogy nagyon mocskos egy ember. Nagyon. És ez... Hát, tudja már mindenki. Annyit még hadd mondjak, hogy Duka Eszternek köszönöm, hogy visszavontál a feljelentést. Köszönöm. Köszönjük, hogy visszavontad. Bizony, hogy nem mentem. Hát, remélem, hogy felveszi velem a kapcsolatot. Megáll az eszem, hogy ilyenek vannak. Ilyenek. És naponta 5-6 áll Facebookot nyit. Naponta nem lehet követni. Nem lehet. De tovább megyek. Vannak segítői, akik átjátszák neki az Ibolyának a lábját. Azok is meg fogják ütni a bokájukat, mert tudjuk, hogy ki. Tudjuk. És le lesznek tiltva. Le. A segítői is le lesznek tiltva. Megütik azok is a bokájukat. Mert jelentve van minden. A rendőrség figyeli a lábokat. Azért kértem meg a rendőrreptársakat, hogy most is... Nézzék meg ezt az adást, ezt a live-ot, mert nyomoznak ügybe. Több felől is, nem csak a rendőrség, a gyámügy is nyomoz. Mit csináltok, kisfánka? Elnézést, a kisfiú. Ide dobta a macit, elnézést kérlek. Itt a macia. Hát nem tudom. Nem olyan szajátszik. Mit tudok még ebből elmondani? Hát ennyit szerettem volna. Mindjárt tudolom. Mert ez nem ember. Engem akar szopatni az élő live-jába. Ez tanár. Ez tanár. A 8 osztálya nincs meg. Az ilyen embernek 8 osztálya nincs meg. Aki élő adásba. Az ország világ előtt. Ilyeneket mond. Ilyeneket. Azt ő a aljas tróger ember. Minden nap másnak udvarol, minden nap más fűz. Neki fiatal csajai vannak. Hát fiatal csaj, egy se kerül az ágyába, én tudomásom szerint. Mert Linda is csak berúgott, ha berúgott nő, meg nem tud csinálni semmit, úgyhogy ő hazudik, hogy Linda ezt csinált vele, meg azt csinált. Nem csinált ő semmit. Sőt, tovább megyek. A férje, ha... Tényleg megszüktette volna, akkor nem kínálta volna meg Banókot Paulával. Mert olyan hülye ember nincs a földön, feleséget megszüktetik, azt még Paulával megkínálja. Ilyen hülye ember nincs a földön. Nem tudom elképzelni. Na, átadom neked a szót, a dal. Mennyi volt a? Hát nem tudom, most nem is deszembe más. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy... Ez nem ember, ez egy ganei, egy senki házi. Ennek nincs meg a diplomája, semmi nincs. Hát egy diplomás ember nem beszél így. Nekem nincs diplomám, mégse beszélek úgy. Szóval én nem tudom, nem tudok napirendre térni. Én nem hittem el, hogy ez az öreg néni tényleg ő. De bebizonyosodott, hogy ő Ibolyának elismerte. Elismerte, hogy ő az,
Csak ő tévedésben volt, hogy mi már nem beszélünk Ibolyával, de hál' Istennek nagyon jóban vagyunk, nagyon jó a kapcsolatunk. De ő el van varázsolva, hogy kedden megyen hozzá. Nem fog menni Ibolya hozzá. Ha Pestre is megy, de ő hozzá biztos nem. Ibolya sose fogja őtet szeretni, sose fog az ágyába bújni. Ezt én biztosan tudom. Biztosan. Mert ő engem szeret. Te ferdeszájú majom. Tudjad. Te buzi. Vén trauge. Szevasz. Köszönöm a türelmeteket. Elnézést, hogy a végén ilyen csúnyán beszéltem. Köszönöm a türelmeteket. De legyetek szívesek ezt figyelembe venni, hogy ez az ember, ez ilyen. Egy, aki a gépen van, egy olyan asszonynak a bőrébe bújik, hogy ő lélegeztető gépen van. És van a úr, búr, mazúr. Hát a mocskos aljas tauge. Ha mindegy, ehhez befejeztem, átadom a szót Ibolyának. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok, további szép estét. Ja, hozzám a időt. Szóval tehető-e? Gyere, Istenko. Gyere, játszom. Igen. Puszi! Menjünk szobába, jó? Oda előre. Legyünk? Dobálóztok. Na, köszönöm. Hát valami eszembe, hogy valami megy. Csak rokozik. Szép esélyt kívánok mindenkinek, sziasztok! Mindenkit üdvözlök. Remélem, hogy Duka Eszterrel fel tudom menni a kapcsolatot, hogy beszéljék vele. Na, hát amit elmondott Huszti, döbbenet bizonyám. Én most nem akarom elrontani ezt a livémet, én dolgoztam már ma nagyon sokat. Bizonyám, lefűröttünk, úgyhogy nemrég végeztem, bizony. Ha kértek tőlem nótát, akkor itt vagyok és lehet kérni tőlem, mert én ebben nem bonyolódok bele. Lehet kérni tőlem. Mindenkinek. Cuki-luki is nem van még, lefigyudott, bizony megvacsorázott, jól érzi magát, nagyon meleg van. Bizony. Majd ezt erre úgy is beszélni fogok. Bizony. Szeretnék vele beszélni, hogy elmondjak dolgokat. Hát, mindegy. Én most dudolni akarok, én nem akarom felbusszantani magamat. Kérjetek tőlem nótát. Tudom, hogy Eszternek tetszik az a nóta. Mégis az. Na. Mindjárt szembe jut. Olyan régen volt. Hogy nem beszéltünk, bizonyám. De vannak okok, hogy miért. Na mindegy, mindjárt kitaláljuk. Tedd a szívedre a kezed, nekem nem fáj, ami neked fáj nagyon, de sosem szerettél, mindig csak úgy becéztél. Megvan. Igen. Nagyon rég volt, mikor kért a törvel, és mondta, hogy dudoljam el. Hál' Istennek az aranykezű Évám segített. Huszti! Rányújtok, jó? Addig én várom, hogy mit kérek. Aj, hétás! Ha neked kell cigarettáért, egyszer cigarettám van. Hogy mit kér? Egyszer cigarettám van, hogy mindjárt megyek. Gyere, nem, adj, jöjjön! 7 óra! Vegye vissza! Becse, és ide jöhet. Bedany, kis ujjú leütözött. Amit nem engedek meg, hogy élő lányba ide csicsérjön. Például nem engedjük. Na. Nem szégyellem gyereket, nem kaptam egyáltalán cigarettát. És én 1700-1800 valamennyi nem fogok venni cigarettát, amiért 2 doboz veszek. Itt van a Csillag utcán, amit meg tudok venni 2 dobozzal. Vettem egy szivart. Például miért szégyellem? Azért vettem meg... Mert olcsó, 500 valamennyi. Most elmegyek, hogy megnézem, hogy hát, ha már most már van. Nem szégyellem.
De annyi pénzért nem fogok kiadni. Inkább a konyhámra költöm. Na. Azt mondja, Eszter, látom, hogy írtál. Oké, és majd meg fogom nézni. Megfogom. Megnézem, de Huszi, amit nyilatkozott. Mindegy. Én nem akarok most ebbe bele folyamodni. Azt várom, hogy milyen ótát kértek, majd utána én tudok SMS-be beszélni veletek, mert ez kikerül YouTube-ra. És én azt nem akarom. Minden kikerüljön, amit engedélyezek, kimehet. De amit nem, az nem. Na. Mindjárt megyek cigarettáért, úgyhogy nem sokáig tartom, vissza fogok lépni. Vasárnap van, szomorú vasárnapot fogom majd dudolni, megmondom, hogy mikor. Kiírom úgy is, de hogy emberek tudjanak dolgokról. Én majd megmutatom nektek, hogy milyen munkában vagyunk. Itt le van már bontva minden szinte. Nem bontják a házunkat, hanem festve lesz minden. Ne, mindegy, oda kísérek bereteket, én nem ütösem. Az anyám, igaz, hogy a kicsim egy kicsit oldik, de nem baj. Itt van, még nekem van munkám. Úgyhogy már itt ki van pakolva. Szia, Cuki Muki. Ezeket már lebontottuk, úgyhogy csináljuk megfelelően. Vigyázz, oda ne lép. Úgyhogy mindent megcsinálunk, bizonyám, Cuki Muki, oda ne lép. Mondjad, ki lesz este? Ki lesz este? Úgyhogy ezt a területet kezdjük most meg. Itt van, le van bontva. Bizonyám, újra kell vakolni. Istvánka, ne vazd be az ajtót. Le van vakolva. Itt kell még a sarkánál, meg itt. Nem hazudok, lássátok, hogy megmutatom. Az ablak kilincs azért van kivéve, hogy a kisfiam ki tudja nyitni és ki tud szedni. Bérnyám. Ez meg van takarítva, pucolva. Itt kell megcsinálni nekünk. Mert megmondom az igazságot, míg a férjemért. Én nem tudtam ezt, na, hozzáérteni. Ezeket kell megcsinálni. De meg lesz. Gyerekek, most már indultunk meg, kipakoltunk innen mindent. Úgyhogy jöhet most már a festés, a konyhába is, és minden itt. Igen. Itt is ki lesz festve, itt a titokszobámba. Gyönyörűen. Mit? Pucéron nem jött ide, levetted meg én a gatyát? Nem. Lekezdtem. Nem jött ide. De miért vetted le? Azért. Van az, hogy de játszunk vele, de Isánka, vedd fel vissza szépen a gatyárat, meg a rövid gatyót. Minek öltözöl le? Hát igen, a kisfiam az leöltözik, hát ne. Gondolom melege van. Úgyhogy megindultunk a munkába, amit majd be is fogok nektek bizonyítani. Szép rendben lesz itt minden. Be fogom, körbe mutatlak majd benneteket, hogy milyen munkánk van. Én meg Huszti csináljuk ketten. Munkások nem kellenek azért, mert nincs munkájuk. Sokkal többet érek én, mint ők. Én sikáltam le mindent, a párom az lebontotta ott, már meg voltam olva, ő bejavítsa, és akkor mehet a festés. Bérdegy. És itt is ki lesz, úgyhogy szép lesz a titokszoba, a konyhám, az ajtó megszűnik, csak azért mondom, hogy tudjanak egyes emberek róla, megszűnik, úgyhogy nem lesz hatom. Más lesz itt, de titok, majd meglássátok, milyen lesz, de én nem leszek itthon, mert én kedden megyek dudolni. Belenj. Ez már Husztira tartozik, mivel ő is örökös már. Neki is van egy része, úgyhogy ezt majd ő csinálja meg. Én attól, hogy oda vagyok, ő csinálhassa, hogy akarja. Megyek venni másik cigarettát, mert ez nem jó. Nem kaptam semmit, gyerekek. Hát muszáj voltam elküldeni egy csicskást, hogy menjen, hozzon nekem egy szivart. Mert pénzt emberekre már nem bízok. Odaadom a kezébe, azt akkor nem hozza vissza. De inkább szívom ezt. De mindegy, nem baj, jó, ez is csak füstöljön.
De telik nekem rá, csak nem bízok már emberekbe, hogy odaadjam, mert adtam már oda, és nem úgy kaptam vissza a visszajárómat. Bizony. Na mindegy. Nézzük, hogy ki mit küld nekem, milyen nótát kérnek. Hát, úgyhogy megy, alakítás van, házalakítás, úgyhogy ezt Szuszti csinálja, mert mondtam, hogy kőműves. Ő fogja megcsinálni, de én oda leszek, gyerekek. Bizony. De nem mondom el, hogy hol. Mert becsapnak. Nem árulom el. Lehet, hogy sok emberbe megbízhatnék, de sokan ártanak is. Majd én elmondom. Ja, Cili. Te hogy csöbben vagy? Kifele mész. Nem maradhatsz. Feltöltlenítve lett minden. Ágyat, mindent. Már szőnyeget, mindent kivittünk, úgyhogy testés lesz. Hát Tuxtira bízom, mikor kezdi meg. Az már az ő dolga. Itt is le van bontva. Nem a házunkat bontsák, hanem mi csináljuk meg. Vagyis Huszti, nem is én. Az ő háza is, bizony. Gyönyörű, szép, azt mondta, hogy magyarókrémes legyen. Hát ez nem tudom milyen szín. Magyarókrémes, barna. Azt nem szereti, mert sötét. Én barack színűre szeretném megcsináltatni, hogy olyan legyen. Itt. Bizony. Mindenki lesz pakolva. Bizony. De vannak segítségei, ő csinálja. Én nem. Nem nyúlok hozzá. Az ő dolga. Ő fogja megcsinálni, gyerekek. Mónika, szia, üdvözöllek. Kit lehet még? Alexandra, szia. Azt mondja, kit lehet még üdvözölni? Eszter, téged már üdvözöltelek, visszaigazoltalak bizonyám, hogy tudjak meg infókat, amire nagyon kíváncsi vagyok. Tudjak dolgokat. Bizony. Nagyon szép lesz, gyerekek. Mutatok nektek valamit. Itt is le van szedve a függöny. Itt van. Meg van pucolva az ablakom. Csak azért, tessék. Mumacicák. Itt vannak. Veszik? Elbújtak, mondja, cicicicic. De visszük ki, mert itt nem. Itt van, meg van pucolva, gyönyörű szép. Ott van az egyik. Remélem, hogy lássátok a célukat. Kihoztunk ide mindent, ott van. Mert itt tényleg nagy rend lesz, úgyhogy ott a cica. Cicic! Van bőven, ott a másik, ott ugrál az ülő garnitúrán. Bizony. Úgyhogy csak azért mutatom nektek, hogy lássátok, hogy igen, lesz meló. Huszti csinálja, én a kedden oda leszek. Bizony. Bizony Isten, úgyhogy hol dudolni? Bizony, nem is egy helyen. Ott leszek egy jó darabig. Te itt tudtad neked kúszót. Én így nem tegyek, te itt vagy. Kúsz, neked kúsz. Oké. Nekem. Várjál, nem tudom. Bizony, várjál, mit csak? Elfész? Puszi! Puszi! Persze alatt. Na mindegy. Várom, hogy ki mit kér tőlem, milyen óta. Köszönöm. Köszönöm. Még egy puszi? Ne. Gyere már ide kicsit. Gyere ide. Cuki-muki. Na, elszaladt, hogy megutassam nektek. Nem a fürdet, rendben van. Ne. Na, mindegy. Nem az a lényeg, hanem az, hogy rendeződik a ház. Bizony. Huszti itt fog maradni, én megyek Budapestre. Bizony. Megyek, mert mondtam, hogy továbbítottam. Nem hiszik el sok emberek. Bántanak ezzel. De
Tudjanak róla, hogy igen, továbbító vagyok, és nem egy helyre megyek. RTL Klub TV 2. És még ígérek nektek valamit. Anyám! Az RTL Klub ki fog ide jönni? Anyám, tudom már vissza picit, hogy rá szóljani. Kihúztam a cigit, megtök is ilyen. Tudom. Nem jött ide, putyairon, mert levetted megint a gatyát. Szeretek ide menni. Na, akkor ide jöhetsz. Jön be. Na, köszönj nekik, mondja, sziasztok. Anyám, nem voltál nekem, mint mindig a voltak. Nem. Imádlak, egyen meg a szívedet. Ahogy jön. Imádom a gyermekemet. Bizony. Na, kérjük nektek egy nyújtát, én ezzel kilépek, és utána megígérem nektek, hogy fel fogok visszalépni, de a gyermekem az első. Bizony. Jó a legelső. Hosszú, gyere egy kicsit. Nem jött ide be a hídulájba. A hele. Na. Le is ment. Na nézzük, mit küldjek nektek. Gyere már, legyem a szívedet. Husztika! Hát, ne. Kinek szóljak? Hát ne legyen már itt, akik van. Nem mutatom a gyereket, ha nézd csak. Nem mutatom. Itt van egy szíves. Eltudom, és utána. Nem, a gyerek levett a gacsát, nem tudom, nem mutatom a gyereket. Nem ezt fogom tudolni. Pedig tudom, hogy hajnéknek nagyon tetszik ez a nóta. De ne hagyj, nem meri elénekelni, pedig szép a hangja. Miért nem meri meg? Szép a hangja. El tudja dudolni. Bizony. Thank you.
csak egyszer nyílik. Minden nap egy filitet mindig meginnik, mert az óvós mondta, gyógy hatásaljunk. Így megiratom nyugodtan, húsz, akinek nem tetszik. Gyönyörűen megkezdődött a muzsika. Nincs bármika, akkor nincs dúdolás. Be kell rúgjak, de miből azt az isteni. Még messze van a figyelés. El kell valahol menjek gondolni. Valaki adjon már egy kis lábét. Megadom a számomat. Adjának. Nincs pénzem. Bizony ám nem tudok inni. Igen, mert beteg lettem. Viszkit, ami a sírba viszki. Remélem sikerül, csak remélem, hogy nem a ducival ezek. Lehet gyerekek, olyan ügyes vagyok, az igyem, nem. Elteszem gyebre, most megmondom, viszki a sírba viszki. Rend. Ott vagyok, de igazán van. Itt annyian lopnak, hogy ez nem igaz. Minden. Felemeljenek minden árat. Koronavírus van. Minden felemelkedett, még a hús is. A Fitch ne vigye őket. Kórházon dolgozóit nem tudom bántani, mert dolgoznak. Rendőrség úgy szintén dolgozik. Gyámhatóság úgy szintén, családkísérlet úgy szintén. De a boltosok lopnak. Tűröm nektek mindenkinek! Fogadjátok tőlem szeretettel! Elmúlt már a régi szerelem. Utána iratkozok. Várjó érzésségem ismerem. Mert a vállam mindig az a vár. Mégsem kell várni még soha már. Gyerünk, gyerekek! Húzzak cigánsit!
Köszönöm, aki megdicsért, most én jövök. Huszti nyilatkozott, várom több emberbe. Mert mennem kell cigarettáért, nincs. Szivat én nem szoktam színi, de nem szégyen gyerekek. De most ez szín. Mert ezt kaptam. És 1600 forintért 1750. Kettőt veszek érte. És én a gyermekemre gondolok. Nya. Mindjárt nyilatkozunk, tessék megosztani mindenkinek a lájkot. Szerelmet szeretnék vallani. Szerelmet. Várom, hogy kik vannak. Nem annyi koruk, ami arról sem van, ezt be kell olajozni. Tudjátok, hogy bohóc vagyok. Én elmondtam. Nem az, hogy berúgok, hanem bohóckodok. De sokan azt hiszik, hogy be vagyok rúgva. Már pedig nem igaz, hanem csak bohóckodok. Szórakozok az emberekkel, hogy kedveljenek meg, szeressenek meg. A szeretet többet ér bármennyi pénznél. Bizony. Én így vagyok vele. Ugye nem a pénz érdekel, ha most is csövet cigarettációk, és kit érdekel? Nem udizálok. Inkább a kisfiamra költöm. De hogy urizáljak, azt tudja, hogy nem fogom megtenni. Nem mutatok már semmi ennivalót, pedig nagyon jó a menü, mert oldalasra csülve minden. De én nem urizálok már. Csak hagyj, várok valakit. Itt van-e vagy nincs? Nem szabad felvágni. Mire jó az valaki? Van pénzem, vele lehet abba szarni. Megmondom miért, mert a WC-be küldtük ki, mert a WC-kkel kiszokkantam, azt leadni kilóra. Thank you.
Szeretlek én, jöjj vissza, hogyám, bizony cselekjük.
szerintem. Húzd innen animálba. Belegyek. A szülőnle. Úgy idő, mikor nem után, nem éreztem, hogy fájnom, ha nem múlván. És most téged hirtem, őrizlek, védelek, bújj hozzám, ne hagyj el, ha nem leszek már. Változnak éjszakok, úgy hiszem, de te egy hazug ember vagy, becsapod. Annyi nő hűítesz, éppen hiszed el, magadra maradsz, kedvesem, elhiheted. Változnak az éjszakok, rossz idő, szép napon, bújj hozzá, ne hagyj el, ha én lennék, ne kedj el, változom, az éjszakon, rossz idő, rossz napon, bújj hozzá, ne hagyj el, ha én lennék, ne kedj el. Azt a bírója, ide jöjjön hozzám. Húzd ki, fokozzál meg. Volt idő, mikor nem után, nem éreztem azt, hogy fájlomat. De a szívem volt igen, szeretlek, így bennem. Ne bánts meg, mert úgyis csak a tiéd leszek már. Változok az éjszakok, rossz idő, szép napok, bújj hozzá, ne hagyj el, ha én lennék, ne engedj el. Változok az éjszakok, rossz idő, szép napok, bújj hozzá, ne hagyj el, ha én lennék, ne engedj el. Megkérem a kezelet. Hozzám jössz? Bele, megkérem. Dolog, Lajos. Hiába mondom neked, hogy te jöjj van. Mi készül? Semmi, se? Bele. Dudolj! Mutasd meg a világnak, hogy kell tudulni. Küldök neked egy nótát. Azt kérem vissza. Bye.
Hát ezt elgudoltam. Velem kell mindent tenni. Velem mindent. Az igen. Na, szégyenem, mondd szigerettem, de megyek mindjárt. Hát, ha már mond. Itt szégyen, nem kell szégyen. Na, ez szép nóta volt, Berány. Tudnék még jobbat is. Hát én csak dudolok, de én költöttem. Dudolok és költök. Nem szégyenem, gyerekek. Miért szégyenem? Tényleg, hát csődbe megyünk. Hiába van az embernek pénze, gyerekek, felemeltek mindent. Tejet, kakót, mindent. Májkrémtől kezdve mindent felnyomtak. Bizony. Tapasztaltuk. Bementünk már 400 forintig. Májkrém. 219 forint volt, elment 400-ra. Mit akarnak tőlünk? Azt nem tudom, az emberek, hogy nem. Lépnek. Hogy mit művelnek. Mindenütt. Adjuk. Bizony, de nem tudunk mit tenni. Ha van pénzünk, kifizessük. Akinek meg nincs, mit csinál? A szegény emberek. Mert mi megvesszük. Esküszöm. Most fogok csinálni, rántott is. Minden megint. Pedig van kaja. Meg is mutatom. Finomat fogok most itt tenni. De sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs. Lúderos. Nem szeretek ilyet színi, de nem adok ki annyit érte. Vagy kettőt veszek érte. De mindenkit üdvözlök, amúgy sziasztok. De sajnálom azokat az embereket, akik így vannak. Az ilyen nincs. Dolgoznak minden, már én is dolgozok. Bizonyám. Tehát megérzi az ember. Elmegy a boltba, bemegy, azt akkor kimegy 10 000 forinttal, azt alig van a táskába. Meg még lopnak is. Elnézést. Bedany. Meglopják az embert. Azt hiszem. Blokk nincs. Nem adnak, hogy ne tudjuk meg, hogy mit loptak. Úgy is lebuknak. Szia, kisokos! Na végre már, hogy itt vagy, hombóta. Egyem a szívedet. Na, erre hozok egy kis vizet, mert tényleg nincsen. Hát nagyon fagyos. Emberek én fagyos. Vagy van. De megmutatom neked, hogy fagyos, ilyet ígyök. Amaj. Ójjaj, ójjaj. Itt van a sátor. Fagyos víz. Ott van benne a réd. De annyira ideges itt gyerekek, hogy így becsapják az embert. Minden itt. Szerintem mindenki így van. Mindenkit hülyének néznek. Jajjaj, ez hideg lesz. De most szerintem jól fog esni. Lecsótottam gyerkőcök. Mindjutok egy nótát, mit énekeljek. Kisokoskám, kérjél tőlem egy muzsikát. Fogok nem sokára nyilatkozni. Kibe vagyok szerelmes. Bele. Ki aludt? Mi van nyelv? Osztikám, tudsz jönni majd egy kicsit? Egy utolsó, megyek a gáztűzhelyhez. Nézzétek, hogy mit csinálnak a bótosok. Ezt. Ennyi úton van.
jól használod. Nem baj, jó, ez az. Az a lényeg is. Ezt elzúgolom, mert tudom, mert nem ismerem amúgy. Utána a nyilatkozott. Kérem Luka Eszternek, és bocsánatot kérek tőle, hogy megbántottam. Mindenkit jön, akit megbántottam. Életemben csak kérdés szeretem. Egyik útokzál, hogy jó anyám. Ki úgy szeretem, tápolhatott engem. Istenembe vigyázz rá. Könnyezünk, hogy elviszük. Bizony. Vagy nem volt az eset. Úgyhogy nem kérünk, bizony. Nem csapat. Mi úgy sem mondják. Szuliska! Mi a hittem van veled? Mit csinálok? Hát élő lájbozok, énekelek. Te meg engem zaklatsz. Mit csinál? Kiben vagyok szerelmes? Hát, mit érdekel az tégedet? Megmondjam? Badók Lajosba. Bizony, beleszerettem. Azt hiszem. Tessék? Meddig tart a kapcsolat? Jó, sokáig. Mert úgy megdugom, hogy az biztos, abban hiba nem lesz. Juliska, ne hozd ki belőlem, mert élő lányom vagyok, hegyem a szíved. Mit csinál? Remegni fog még a lába is. Tudi. Mi? Nem értem, hegyem a szíved, süketülj meg. Nem azt mondtam, süketülj meg, vakulj meg. Nem érti.
Mondom, hogy hozzám megyek. Bizony, megyünk hozzá, bizony. És neked mi közöd van hozzá, Juliskám? Erre maga kodi zsemezet. Még olyan, ha nem igeni meg, hogy hozzá megyek. Ne menjek hozzá. Mert miért, Juliskám? Száz kurvája van. Száz? Egyem a szívedet, hát honnan az Istenben van száz kurva? Kurva? Hát de nincs ráírva a homlokára, egyem a szíved, mert nekem sincs, hogy kurva vagyok. Én olyan megbízható nőszemély, bizony. Káz vagy. Adja meg a címét. Hát nem tudom megadni, Juliskám. Meg se tudok szólalni, a Juliska menni akar a Banó Klajushoz. Hát a bingóját. Hallod, egyem a szíved? Mondja, most már virágos a rét, most már már szeretek én, késő minden kis öreg, nyálazd meg a seggemet. Ó, nem jót mondtam, nem jót. Mit énekeljek? Azt nem szabad, mert csúnya. Azt csúnya, egyem a szíved. Most ha eldudolom, akkor megkaragudnak rám az emberek. Például, de dudoljam, jó, dudolom. Ülök a szobában, búsan egyedül, és a lankat faszomra gondolok. Juliska, egyem a szíved, ezt nem szabad. Csúnyán beszélek, az emberek hallgassák. Mondd inkább másképp. Érzem a faszomat, konnektorba dugom én. Nem jó, Juliska. Mondom, hogy csúnyát mondol. Na, ha nem érted, és nekem át kell adjam. Buta vagy? Majd elvisz 2:20 felé. Már megint más mondtál. Egyem a szíved, ez milyen óta? Nem tudom. Érzem a tökömet, sírva fakadok. Hát ez bizony berozsdásodott. A töke? Egyem a szíved. Az. Hát milyen rozsdásodott be, egyem a szíved? Mit mondjak? Érzem a szívemet. Hát ez bizony berozsdásodott. Mert a tököm soha nem áll fel már. Megint. Hát te hülye. Hát mit énekelsz? Egyem a szíved. Hát, hogy olyannyi sok nője van, hogy az nem igaz. Hát, de Juliskám, ha legyen boldog, adja a virágos virág, hogy legyen boldog. Egyem a szívet, hát miért vagy én így? Juliska be akarja kapni. Kinek akarod bekapni egyem a szívedet? Elnézést, de meg kell mondjam. Banók Lajosnak be akarja kapni. Hát, amíg olyan. De egyem a szívedet! Ha mikor akarod bekapni? Holnap utazik és bekapja. Egyem a szívedet! Hát itt probléma van, Juliskám, mert én is be akarom kapni. Tudod? Egyem a szíved. Csak nem tudom, hogy mit kapjak be. Például bekapok valamit. Mit kapjak be? Valamit bekapok. Eszek egy kis lecsót. Kóbásza? Kóbásza legyen a lecsót. Na, várlak vissza benneteket.